Káló Semjén egyik lakója örökítette meg azokat a pillanatokat, amikor egy hatalmas daru segítségével leemelik a görög katolikus templom tornyának kupoláját. A torony sisak most a templom udvaron van, ez már nem kerül vissza később sem, hanem ennek tökéletes mását alkotják meg. Május vége óta dolgoznak a szakemberek az épületen, amelyet 1726 után építettek, utoljára pedig 56 éve újítottak fel. Az állványokat már messziről láthatják az arra járók, de nem csak külsőleg rekonstruálják a templomot. A jelenlegi templomunk ebben az esztendőben lesz 125 esztendős, innen is aktuális a templom felújítása. A templom felújítása két projekt keretében történik majd meg. Egyrészt az önkormányzat kezelésében lévő úgynevezett RUHU pályázat a templom külső felújítását. Ez ajtók, ablakok cseréjét jelenti, tetőszerkezet, új toronysisak, külső homlokzatnak a megújítása, illetve egy topos pályázat, turisztikai látványosság növelő beruházás keretében pedig a templom belső felújítása folytatódna, amely 2010-ben már elkezdődött. A mennyezeti szekóknak a restaurálása, díszítő ornamentika és oldalfalaknak a festése, az ólomüveg ablakoknak a restaurálása, egy interaktív bemutatótér és 20 kerékpár elhelyezésére alkalmas fedett kerékpártároló kerül majd megépítésre. A külső felújítással várhatóan szeptemberre készül el a kivitelező, nyáron tehát folyamatos lesz a munka. Költöznie azonban csak néhány hétig kell az egyházközségnek. A liturgiákat abban az időszakban a szomszédos római katolikus templomban tartják a görög katolikusok. Mindaddig, míg a külső felújítások történnek, addig esténként és hétvégi alkalmakon természetesen tudjuk használni a templomot, és minden egyes szertartásunkat, esküvőket, keresztelőket és az ünnepi szertartásainkat a templom belsőben tudjuk végezni. Amennyiben a templom belső felújítására kerül a sor, akkor jó testvéri kapcsolatot ápolva a római katolikus közösséggel tőlük kapunk lehetőséget arra, hogy az alatt az idő alatt, míg mi nem tudjuk használni a templomot, ők a templom használatokat számunkra lehetővé teszik. Hamarosan pedig nem csak a templom, hanem a görög katolikusok közösségi háza is megújul. Az egyházközség a Magyar Falu programban nyert el támogatást a tetőszerkezet és a homlokzat rekonstrukciójára.